Megyénk java, büszkesége és egyik legkedveltebb itala volt ma a főszereplő a megyei pálinka versenyen. A kecskeméti Veyron ebédlő és rendezvényházban megrendezett eseményen 23 pálinka és 5 pálinka főzdeméret tette meg magát egymással. Szoros versenyben a Schissler Szilva, Augusto Sárga Barack a Schissler érlelt alma pálinkák közül idén, a Bács-Kiskun megye pálinkája 2020 címet, a Schissler Szilva pálinka nyerte el. A megye legeredményesebb főzdéjének pedig a Schissler pálinka főzde bizonyult. A megyei megmérettetés a mai napig kuriózumnak számít a hazai versenyek között, hiszen kizárólag a kiskereskedelemben, független üzletben kapható nedűkkel lehet nevezni. Idén a versenyszabályzatba további objektivitást elősegítő szűrő került be, amely csak a 9 hónapnál nem régebbi palackozású italokat engedte versenyezni. A megmérettetést Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke, valamint Borsos Botond, a bíráló bizottság elnöke nyitotta meg, amelyet meglátogatott a nap folyamán Mihály László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke is.